Vigyázz, ott nagyon csúszik. Majdnem a fára kenődtem. Sziasztok, megjöttünk Ürömre. Innen megyünk prédikálószékre. Mindjárt találkozunk Tamással a benzinkútnál, csak odáig még el kell jutni. Na tá. Most lemegyünk az Egri vármásolathoz, aztán tovább mászunk. Első nagyobb kínzásunk következik. Vártól föl. Ott. Na. Itt vagyunk az Egri várdíszletnél, ott van a VT. Mondjál valamit. Nem tudok mit mondani. Nagyon jó az idő, miért nem jöttetek? Ugye? Hová megyünk most, mit szólunk? Prédikálószék. Nem úgy értem, merre indulunk? Abba az irányba. Abba, ott arra. Arra ott. Jó. Eljött még valaki, de ő nem mutatkozik. Ő a titkos fegyver. Itt estem bele a vízbe tavaly. Következőnél azt hiszem. On your left. Ott estem bele. Na jó, nyomuljunk tovább, mert állandóan várni kell rá. Én kimegy elől. Menjél. Minek? Azt sem tudom, merre legyen. Én csak biciklizni jöttem. A végén mind a ketten egy kicsit megsodródtunk Pannával. Jobbra föl! Rosszul váltottam! Nekem ezek a kis dombos részek nagyon bejönnek. Vigyázz, sziklás! Vigyázz, ott nagyon csúszik! Majdnem a fára kenődtem. Ki? Igen.
Átmentél rajta? Majd látni fogod, Tamás, majdnem nekicsapoltam egy fának. Wow! Én hülye, túlhúztam a féket, sodróttam. Ó, ez elég technikás. Keci. Ha keresünk egy árnyékot, ott leiszom magam. Mert kell. Atya, gatya. Nagyon szép hely. Hú. Jó. Ilyenkor, amikor ilyen szép helyen vagyunk, nagyon megérik a gyümölcs a mászásnak. Eddig, nem tovább. Azt a mit. Mindenit. Áll! Bazd meg! Az mi volt? Faág? Vagy fatörzs? Tekerni nem kell. Hol a mosoly? Szúrós, vigyázz!
Eléggé. Wow. Jó. Nem rossz kis környezet. Hohohoho. Ez finom. És megvan. Ja, kösz, hogy szólsz. Helyet egyáltalán nem ismerem, úgyhogy főleg, hogy nyakamba folyik a víz. Hát kicsit félek, na hát. Mivel még nem voltam itt, nem ismerem az utat. De a fékkel megoldom. Itt már jó! Most meg húzzam vissza az ülést, hogy másszak. De utálom. Kihajtom törpében. Te is törpében hajtod? Bocsássanak meg! Köszönjük szépen! Csak ketten vagyunk. Most már. Arra le? Igen. Ismét egy szép rész. Jó, várjál, Panna, útközben lesz fa keresztbe. Alig fog elférni a kormány meg a kerék a fától. Jó, a végén egy patak lesz. Át lehet rajta menni? Igen, át is. Jó. Mész elő, Tamás? Menjél, Gábor. Biztos, én nem ismerem úgy, mint te. Szikla! Jaj, már itt voltunk, tavaly! Hoho, igen, megvan! Hoho, azt mondja, lesz egy szűk fa! Alig jöttem át! Még hogy egy szűk fa! Itt voltunk tavaly, Tamás! Ez igen. Jó, ezt itt nem csúsztatnám végig. Egy fácska. És patak. Kicsi volt a sebesség. A végén egy patak lesz. Át lehet rajta menni. A végén egy patak lesz, át lehet rajta menni. Utolsó méterek prédikálószékre. Ezt még meg kell nyomni.
És itt vagyunk. Hú, volt egy kis mászás, de megérte. Hősök egyszer élnek, de gyönyörű helyeken. Hú, a kedvencem! Kattintsad be! Lefele prédikáról, a székről, ról. Ó, engedjem le az ülést, mi? Hát ezt buktam. Jó napot! Jön egy... Nem! Itt megyünk majd balra. Lemegyünk a kis házhoz. Csalán úgy látszik kell. Anélkül nincs túra. Ó! Oh. Ó! Oh. Lehet, hogy mégis csak kell az a szemüveg? Legalább nem fölfele megyünk, nem? Még itt fel akarsz mászni? Ja, itt menjünk kis ösvényen? Erre. Jól van. Gábor emelkedik, de ilyen... Tudom, ilyen...
köszönsz. Sziasztok, kár, hogy nem jöttetek, nagyon jó volt az út. Csak ennyi? Csak ennyi. Valami tanács. Nézzétek meg, hogy esnem bele a félig a patakba. Ja. Az a kis 70 km.